Mi a tornára olimpiai kvalifikációs helyért mentünk, ugye azt még az ötödik hely is takarja, de előtte mondtam, hogy viszont az első öt helyben benne van az első, a második, a harmadik, és a többi is. Én örülök neki, hogy így alakult pontosan. Egyrészt az érem az nagyon fontos a lányok önbecsülése számára. Valami kis névjegyet letettünk azért az asztalra itt most Európában, a játékvezetők és az ellenfelek szemében. De mégsem a csúcson kezdjük, mert onnan nagyot lehet zuhanni, hanem szépen fogadatosan próbálunk előrelépni majd a kvalifikáción keresztül az olimpiára. Gondolom az egész csapat ön is nagyon-nagyon örül ennek a bronzéremnek. Van-e valami keserűség mondjuk az elődöntő miatt, az a játékvezetői részrehajlás miatt, akár döntőt is játszhattunk volna? Volna. Ez a kategória sportban nem létezik szerintem. Én azt gondolom, hogy semmi sem történik véletlenül. Valahol meg volt az írva, hogy ennek így kell történnie. És van egy nagyon fontos része a dolognak, hogy nem hogy az elveszett elődöntőből, de a győztes bronzmérkőzésből is rengeteget kell tanulnunk. És ez a mi feladatunk, nem pedig az, hogy a játékvezetéssel foglalkozunk. Triesti selejtező tornán számíthatunk-e újabb fiatalokra, akik beépülnek a csapatba? Hát lassan már ott tartunk, hogy a 6 évesek jönnek, de hát visszatérve én azt gondolom, hogy az a keret, amelyik erre az Európa-bajnokságra kezdte a felkészülést, az körülbelül ugyanaz a keret lesz a triesti selejtező tornára. Nagy csodákat nem gondolok. Nyilvánvalóan azok, akik most kimondtak az Európa-bajnokságon, és azért ennek a sikernek a részesei voltak, azok hát egy némi, mondjuk súlyelőnnyel indulnak, mint a zsokék, ugye. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy nyilvánvalóan a április 15-én kezdődő olimpiai selejtező tornán az április 15-én aktuális legjobb csapattal kell kiállni. Lányok már néhány nyilatkozatban az olimpiai döntőről beszéltek. Benne van ez a csapatban? Mit gondol? Másról nem is lehet beszélni. Én azt gondolom, én mindig is nagyon-nagyon tudtam tisztelni azokat a csapatokat, sportolókat, akik kimondják azt, hogy mi a céljuk, nem pedig rébuszokba beszélnek. Igenis, én súlykolom folyamatosan tavaly november óta ezekben a lányokban, hogy egy magyar vízilabdázónak, legyen férfi vagy nő, nem lehet más a célja, mint az olimpiai aranyérem. Ugye itt van egy-két olyan játékos, akiknek gyakorlatilag az utolsó sansza, hát a többieknek még éppenséggel lenne, de hát amit ma elérhetsz, azt nem kell elhalasztani holnapra.